legnagyobb pozitívumként az említhető, hogyha nem is olyan sebességgel, ahogy mi azt szeretnénk, illetve ami reális lehetne, de mégis csak az Európai Unió irányába halad ez az ország. A nemzeti tanácsokról szóló törvény és a vajdasági statútum meghozatala is olyan eseményeknek tarthatóak, amelyek a vajdasági magyarság szempontjából kiemelt jelentőségűek. Amivel nem lehetünk elégedettek, az természetesen a kormány gazdasági intézkedéseinek az elmaradása. Az elmúlt néhány hónap is bebizonyította azt, hogy ennek a kormánynak a mezőgazdaság nem jelent prioritást, nem csak hogy nem jelent prioritást, hanem gyakorlatilag teljes mértékben mellékvágányra került a mezőgazdaság ennek a kormánynak a politizálásában. Amit mi tehetünk, az az, hogy erre fölhívjuk folyamatosan a figyelmet, és igyekszünk a kihasználni, hogy a mezőgazdasági termelőkre a kormány nagyobb mértékben figyeljen oda.